Lassan visszatér a normális élet a hazai sport életben is, így a ladányi sportolók is egyre több számban, nagyobb számban mennek versenyekre. Többek között a birkózók, a triatlonisták, illetve hát a lövészek is. A mai vendégem Szilágyi Sándor, a Püspökarányi Lövészklubnak egyik tagja. Üdvözöllek, Sanyi, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és úgy tudom, hogy nálatok is már beindult a versenyidőszak, eltolva egy kicsit, elcsúsztatva, de már vettetek részt versenyeken. Igen, köszönöm a meghívást, igen, jól tudod. A Hunter Field Target Magyar Kupa első fordulóját sajnos nem tudták megrendezni, még a pandémiás helyzet okozta nehézségek miatt. Ugyanígy a Field Target Kupának az első fordulója is elmaradt, de azóta már szépen lassan elindultak a versenyek, meg is rendezték az első fordulót a Hunterből. Ez 4. hó 10-én volt Nyíregyháza mellett a Székely lőtéren, ahol sikerült egy második helyet szereznem. Rajtam kívül még a klubból Nagy Katalin vett részt a versenyen, illetve Wagner Lara kezdőként a 16 zsúlos mezőnyben bontogatja szárnyait ifjúsági versenyzőként. Kata az 5., Lara pedig a 8. helyen végzett. Emellett a verseny mellett úgy tudom, Sziluettben is fegyvert fogtam. Így van, a Sziluett az a másik kedvenc, és a 3. 28-án Berettyóújfaluban indult el a Sziluett szezonunk. Itt a szomszédban próbálgathattuk ki, hogy mennyit felejtettünk az elmúlt hónapok során, hiszen elég hosszú szünet áll mögöttünk, közel 5 hónapon keresztül nem volt gyakorlási lehetőségünk ebben a sportban. Itt azért szintén születtek jó eredmények. Sikerült egy második helyet szereznem Sziluett puska nyílt irányzékban, egy harmadik helyet Sziluett puska optikai irányzékban, illetve a nemzetközi légfegyverben szintén egy harmadik helyet sikerült összehoznom. Ott egyébként a Wagner Lara előzött meg ifjúsági versenyzőként, úgyhogy nagy tehetség is van benne még potenciál a jövőre tekintve. Ő, neki a neve viszont nem ismerős itt Püspöktarányban. Igen, ő egy berettyóújfalui kislány, viszont ami gondozásunkban van, tehát edzés és felkészítésre hozzánk jár, illetve Hunterben, püspökladányi színekben szokott versenyezni, de a Sziluett szakákban az újfalui színeket képviseli. Beszélgetésünk előtt megemlítetted, hogy ti is rendeztetek volna egy versenyt már. Így van, egy klubrendezési versenyünk lett volna a Bánki Arborétum területén. Sajnos a pandémiás szabályok miatt az Arborétum vezetősége nem vállalta ennek a versenynek a helyszínbiztosítását, úgyhogy ezt kénytelenek voltunk elengedni, illetve egy később időpontban, ha szerencsénk van, akkor meg tudjuk majd rendezni, amikor normalizálódnak a helyzetek. Hogy néz ki a verseny naptáratok? Tehát most már beállt, úgy néz ki, hogy beálltak a versenynapok, előre tudjátok, hogy mi hogy van legalábbis itt hazai viszonylatban? Hát, mint mondtam, eléggé hektikus, tehát itt mindig a rendező klub és a helyszín mondja meg, hogy képes-e ellátni a feladatokat, illetve meg tudja rendezni a helyszínt, helyszínen a versenyt. Most talán már úgy látszik, hogy az itthoni versenyek mindegyike megrendezésre fog kerülni, azért az oltási kártyával, illetve az oltások előre haladtával lényegesen könnyebb lehetőségeink lesznek. Én úgy gondolom, hogy most már a fennmaradó időszakban nem lesz elhalasztva hazai rendezésű verseny, viszont ezzel ellentétben sajnos a hazai rendezésű Hunter Field Target Európa-bajnokságot el kellett, hogy engedjük, hiszen annak az időpontja június 23-án lett volna. Ezt a Hunter Field Target Magyar Szövetség már nem tudta bevállalni, hogy egy viszonylag kevés létszámmal, bizonytalan utazási lehetőségekkel nemzetközi versenyt úgy rendezzünk, hogy gyakorlatilag csak akár magyar résztvevők legyenek rajta, úgyhogy sajnos ezt a versenyt ezt elengedtük. Más nemzetközi versenyekkel mi a helyzet? A Field Target Európa-bajnokság Belgiumban került volna megrendezésre most májusban. Ennek a halasztásáról korábban döntöttek. Ez a verseny el lett halasztva októberre, tehát úgy néz ki, hogy októberben Belgiumban meg lehet rendezni, viszont hát elég bizonytalan szintén, hogy hogyan tudunk eljutni erre a versenyre. El fogják-e fogadni a mi védettségi igazolásunkat, illetve hát még azért sok nyitott kérdés van, hogy azért milyen helyszíni körülmények lesznek, milyen pandémiás helyzet lesz esetleg a belgiumi rendezés alatt.
Tehát még egyelőre bizonytalan, bízunk benne, hogy rendeződik a helyzet, és ott tudunk lenni. Amennyiben nem, akkor vagy elengedjük, vagy ha halasztásra kerül, akkor a következő évben talán megrendezhetik. Mi a helyzet Ferivel? Ő mennyire aktív ezekben a hetekben? Hát Feri egy kicsit most lejjebb adta, más elfoglaltságok miatt egy picit a sporttal kevésbé foglalkozik. Megmondom őszintén, hogy igazán nagy kihívások nincsenek is, hiszen most a hazai versenyeken is még talán egy field target verseny lett volna, ahol részt tudott volna venni. Neki igazából az a fő száma, az a kedvenc, az, amiben igazán jó, jó mindenben, de ez a kifejezetten a fő száma. Én azt gondolom, hogy ahogy most már beindul itt az élet, akkor ő is visszatér a lövállásba, és hát reméljük, hogy sikerrel tudjuk venni az akadályokat. Egyébként ezeken a versenyeken megkövetelik a oltási bizonyulatokat, bizonyítványokat? Sportolóknál nem kötelező, sportolóknál az alapfeltétel a sportolói klubtagsági igazolás, illetve a sportorvosi megléte. Így lehet versenyezni, viszont csak a versenyzők lehettek idáig bent a lőtéren, a lőállásban, kísérők, szülők nem lehettek a versenyrendezés helyszínén sem. És akkor már említetted, de gondolom azért ez problémát okoz a jövőt tekintve, hogyha mondjuk mondtad, hogy Szlovákiában valószínűleg megrendezik majd a nemzetközi versenyt, hogy oda is hogy lehet majd kiutazni, milyen engedélyekre van szükség, esetleg szállás, meg stb. Igen, Szlovákia ragaszkodik ahhoz, hogy a Hunter Fürtelget világbajnokságot ő már nem szeretné tovább halasztani, hiszen az előző évben szintén ők voltak a rendezők, akkor halasztani kellett az akkori válsághelyzet miatt. Most kijelentették, hogy hatodik, ha szakad, ők megpróbálják megrendezni, annak árán is, hogy ha esetleg sokkal kevesebb lesz az indulói létszám. Erre július 23-án és 26-a közötti időszakban fog sor kerülni. Hát reméljük, hogy minden különösebb akadály nélkül át fogunk tudni jutni. Természetesen oltás nélkül nem hiszem, hogy ki tudunk menni, tehát mi az oltásokat kénytelenek leszünk fölvenni, akár szeretnénk, akár nem, ahhoz, hogyha versenyezni akarunk, akkor biztosítva legyenek ezek a feltételek. A szállásfoglalásunk az megvan, az él, még nem tudjuk, hogy milyen feltételekkel, ahogy halad előre az idő, úgy fogunk egyeztetni, és próbálunk majd ennek megfelelni. Gondolom, Sanyi, napi kapcsolatban vagy a hazai lövésztársadalommal, mennyire vannak kiéhezve a versenyzők, a sportolók a versenyekre? Ez jó kérdés, az látszik például a Hunteres vonalon, hogy ahogy felraknak egy versenykírás, gyakorlatilag azonnal hirtelen megnő a versenyre jelentkezők száma, és a versenyen helyszínén is az előző évekhez képest talán egy picivel többen is vannak. Annak ellenére, hogy sokkal kötöttebbek a feltételek. Tehát igen, ki van éhezve a társadalom, ki van éhezve arra, hogy nemzetközi verseny is legyen, de ha nincs nemzetközi, akkor pótoljuk a hazaiakkal, és próbáljunk ott a lehető legjobb eredményeket elérni. Ez azt is hozza, hogy egy picit erősödik a mezőny, mert több idő van otthon gyakorolni, fejlődnek a tehetséges fiatalok is, illetve azok a versenyzők, akik korábban csak alulról nyaldosták a dobogót, most már ott vannak akár előttünk is egy-egy versenyen. Az nem fordult-e meg a fejedben vagy a fejetekben, hogy mivel elmaradtak versenyek, ezért ezek a versenyek helyett valamilyen más környékbeli versenyeket szerveztek? Teljesen új szervezéssel? Kötött nagyon a lehetőségünk a versenyszervezéshez, hiszen lőtér igényünk van egyelőre. Olyan lőtér, ahol a mi versenyszámunknak megfelelően lehessen szervezni, nem sok van. Elmehettünk volna talán Tiszakécskére, ami szintén nem a szomszédban van, de egyelőre úgy döntöttünk, hogy várunk, és hát csak a hazai pályán, a hazai környezetben szeretnénk versenyt rendezni, olyan színvonalon, ahogy ezt eddig tettük. Hát Sanyi, gondolom, hogy nem nagyon lehet most megkérdezni tőled, hogy mik a célkitűzések erre az évre, hiszen minden bizonytalan, annak ellenére, hogy azért már elkezdtétek a versenyzést, és nagyon nehéz így ebből a szempontból is tervezni előre. Így van, nehéz tervezni, bár azt gondolom, hogy a lövészet egy olyan sport, amit lehet anélkül is művelni, hogy folyamatosan versenyre járnánk. A verseny igazán a próbája magának annak, hogy hol tart az ember, hogy hol tudott felkészülni. A sziluett van, amiben talán nagyobb elvárások lettek volna ebben az évben, hiszen ebben az évben Magyarország rendezte volna
a Silhouette Európa bajnokságot Jászberényben. Örültünk is neki, hogy hazai versenyen bizonyíthatunk. Erre készültünk, erre építettük föl gyakorlatilag az edzéstervünket. Ezt körülbelül 2 héttel ezelőtt törölték, úgyhogy ennek a halasztását úgy tudjuk, hogy 2023-ra tették, hiszen 2 évente rendeznek Silhouette-ből Európa bajnokságot, ami nem jött jól, hiszen 2 év az iszonyatosan hosszú idő. Bár azt mondhatjuk, hogy addig van csiszolni lehetőség a technikát, a fegyvereket, a távcsövet olyan szintre hozni, hogy már minden klappoljon akkorra. Jó, köszönöm szépen, Sanyi, befáradtás stúdióba is elmondtad ezeket a dolgokat, illetve hogy mik várnak rátok. Meglehetősen bizonytalanságban vagytok ti is a többi sportákhoz képest, de bízunk benne, hogy azért előbb-utóbb majd teljes mértékben visszaáll a rend nálatok is, és akkor egyre több helyen tudjátok bizonyítani majd a tehetségeteket. Hát mi is nagyon reméljük, hogy mi előbb lőállásban állhatunk, és örülhetünk a sikereknek. Köszönöm szépen még egyszer. Mi is köszönjük.